Az önkormányzat február 24-én tartott ülésének elejére Tarján István polgármester meghívta a Biatorbágyon működő karitatív egyházi szervezetek képviselőit. Egy olyan adományozást szeretnék itt megejteni a képviselőtestületi ülésen, amely már tulajdonképpen több mint egy évtizede hagyomány Biatorbágyon, hogy a két nagy rendezvényünkön, az Angyalfia Vásáron és a Disznótoron képviselői sátorban mindig valamilyen célra ajánljuk fel az ott keletkező nyereséget. Nem volt ez másképp ezen a télen sem, ugye az Angyalfia Vásár az elmúlt évben volt, a Disznótor pedig nem régen, néhány héttel ezelőtt. Ebben az évszakban, ezen a télen a biatorbágyi egyházi karitatív szervezetek részére gyűjtöttünk, és mintha ezt érzékelték volna az adományozók is, illetve a forgalom alapján olyan nagy forgalmat bonyolítottunk le, hogy ugye ez most így négy felé oszlik, de a négy felé osztott támogatás is egy-egy támogatott esetében 290 ezer forintot jelent, tehát ez úgy hiszem, hogy egy nagyon sikeres év vagy évszak volt ebben az esetben. Valószínűleg az is közre játszott, hogy az elmúlt lassan már két vírusos évben nagyon kevés rendezvényt lehetett megtartani, és ki voltak éhezve az emberek arra, hogy találkozunk egymással, itt most átvitt értelemben, meg konkrét értelemben is. Engedjék meg akkor, hogy a megjelent egyházi képviselőknek akkor ezt szeretettel átadjam, és kívánom, hogy a legjobb célokra használják ezeket az összegeket. Biatorbágy város önkormányzat 2022. évi költségvetéséről. Biatorbágy város önkormányzat képviselőtestülete az államháztartásról szóló törvényre figyelemmel megtárgyalta a település költségvetéséről szóló rendelet tervezetét. Megállapítható visszatekintve az elmúlt évekre, hogy Biatorbágy gazdálkodása az megalapozott és hosszú távon is fenntartható, és hát a költségvetés elkészítésében pedig szeretnék köszönetet mondani a pénzügyi osztálynak, illetve a szervezési osztálynak, ugye adóosztálynak, akik közvetlenül részt vettek a költségvetés megalkotásában. Amennyiben nincs több észrevétel, akkor szavazásra teszem fel a kérdés, hogy a rendeletről lévén szó hétigen minősített többség kell az elfogadáshoz. Tehát aki a 2022. évi költségvetéssel egyetért, az szavaz igennel, kérem szavazzunk most. Megállapítom, hogy 8 igen, 2 nem, egy tartózkodás mellett a képviselőtestület elfogadta 2022. évi költségvetését. A Biatorbágyi Benedek Elekóvoda 2022. évi beiratkozási időpontjának meghatározásáról. A Biatorbágyi Benedek Elekóvoda intézményvezetőjének javaslatát elfogadva az óvodai beiratkozás időpontja 2022. április 20-án lesz. A Biatorbágyi Gólyafészek Bölcsöde intézményvezetői pályázat kiírásáról és a beérkezett pályázatokat véleményező bizottság tagjainak megválasztásáról. Regőz Zoltánné Erzsike intézményvezetői megbízatása 2022. április 30-án lejár. Ezért eddig az időpontig a testületnek gondoskodnia kell a bölcsöde vezetői feladatok ellátásáról. Mindkét bizottság tárgyalta és egyetérte a pályázat kiírásával, és a bizottság képviselő tagjának mindkét bizottság Barabás Józsefet javasolta, aki elfogadta a megbízást. Mint a bizottság ülésen is elmondtam, de megértem, hogy a törvény így írja elő,
hogy ki kell írni. Egyszer lehetett úgy választani, hogy nem kell újra pályáztatni. Én azért vagyok valahol úgy magamból nagyon szomorú, 72 óta vállalkozóként, de nekem volt egy biztos emberem, eszembe nem jutott volna, hogy valamiért lecserélni, de értem, hogy a törvény ezt így írja elő, ezt is aláírom, de azért van egy olyan elképzelésem is, hogy az a biztos ember, aki van, és mindenbe helytált, most mit tudom, 3 hónapig álmába, nehogy arra gondoljon, hogy majd beszalad 2 diplomás, mit tudom én, hány nyelvet tudó ember, és akkor majd esetleg levált. Szóval azért mondom, hogy én ezt valahogy ezt látom benne rossz érzésnek, de hát ha így szól a törvény, akkor remélem, hogy ezt így meg fogjuk tudni oldani. Köszönöm szépen. Hát már csak azért is, mert a képviselőtestület dönt a témában, nyilván a szakmai álláspont figyelembevételével. A testület egyhangulag döntött a pályázat kiírásáról. Biatorbágyváros egészségügyi ellátó non-profit Kft. 2022 évi üzleti tervéről. Következő napi rendi pontunk az egészségügyi ellátó non-profit Kft.-nk ez évi üzleti terve. Előzmények ugyanazok, tehát ugyanaz a bizottság tárgyalta, és szintén javasolja a testületnek elfogadásra. Ha valaki figyelmesen tanulmányozza az üzleti tervet, akkor lehet látni, hogy nagyobb támogatást igényel a Kft. A működéséhez, illetve az is szerepel benne, hogy valamilyen módon az ellátást tudják majd javítani, hiszen ha a családsegítő kiköltözik az épületből, akkor az a terület felszabadul, és ott egészségügyi ellátást lehet majd kialakítani, és reméljük ez néhány hónapon belül meg is történik, és egyébként meg pályázunk az egész épületnek a átalakítására, felújítására. Úgy látom, hogy az üzleti tervvel kapcsolatban nincs észrevétel, a vitát lezárom. Aki az üzleti tervvel egyetért, azt szavaz igennel, kérem szavazzunk most. Megállapítom, hogy 11 igennel a képviselőtestület elfogadta az egészségügyi Kft. Ez év üzleti tervét. A Biatorbágyi Közösségi Média Szolgáltató Nonprofit Kft. 2022 évi üzleti tervéről. Ha valaki figyelmesen tanulmányozta, akkor lehet látni, hogy milyen sok tétű ennek a Kft.-nek a tevékenysége. A bizottságülésén sajnos nem volt módom személyesen föltenni azt a kérdést, hogy tehát egyrészt örömmel fogadtam azt, hogy sikerült 132%-kal emelni a reklám és marketing vagy hirdetési bevételeket a sales marketing munkájának felpörgetésével, de szeretném megkérdezni azt, hogy nem kellene esetleg még bevállalni egy kicsivel nagyobb bevételt az idei esztendőre ennek az örömteli emelkedésnek köszönhetően, mert a tavalyi elért 7 millió forint szerepel a 22-es évi tervek között is. Én ezt szívesen venném, hogyha meg lehetne emelni valamelyest ennek a szép munkának az eredményeképpen. Tehát azért veszük azokat az előző évi adatokat alapul, mert tulajdonképpen azok levonásra kerülnek az általunk igényelt összegből, így kevesebb támogatást igénylünk. Ezeket szoktuk felsorolni, hogy milyen pályázatokon tudunk részt venni, és mennyi bevételt tudunk realizálni, és ezeket levonjuk természetesen. Megállapítom, hogy 8 igen, 1 nem, 2 tartózkodás mellett a képviselőtestület elfogadta a Média Kft. Üzleti tervét. A Biatorbágyi Értéktárbizottság 2022 évi munkatervéről. Városunk számos értékkel bír. A helyi értéktár 2022-ben is célul tűzi ki ezek gondozását. Alapfeladataik mellett ez évi tervükben szerepel többek között a helyi értékek megjelölésére szolgáló úgynevezett mesélő táblák megvalósítása, egy völgyhidakról szóló tanulmánykötet kiadása, Szakáli Mátyás dalgyűjteményének megjelentetése, Antai Simon életművének megismertetése és a Fedezzük fel Biatorbágyot program folytatása.
A munkaterv és a hozzá szervesen kapcsolódó költségvetési terv egyöntetű támogatást kapott a városatyáktól. Az egészségház fejlesztése. Az egészségügyi ellátások bővítése érdekében a képviselőtestület az orvos szakmai koncepciók alapján fejleszteni kívánja az egészségházat. Az épület korszerűsítésének, belső átalakításának és tetőtéri beépítésének koncepcióterve elkészült. Ennek ismeretében a testület dönthet a kiviteli szintű tervek elkészítésének megrendeléséről. Megállapítom, hogy 11 igennel a képviselőtestület egyhangulag elfogadta az egészségház fejlesztéséről szóló határozati javaslatát. A testület a koncepcióterv alapján támogatja a kiviteli terv elkészítését, valamint a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat egészségházból történő kiköltözésével felszabaduló terület új funkciókkal történő megtervezését és átalakítását. Az Erkel Ferenc Kamarazenekarral kötött együttműködésről. A nemzetközi komoly zenei életben is elismert Erkel Ferenc Kamarazenekar 2020 óta Biatorbágy hangjaként öregbíti városunk jó hírnevét, hazai és külföldi fellépéseik során. A muzsikusok emellett részt vesznek a város életéhez kapcsolódó eseményeken. Elismert szólisták meghívásával, világszínvonalú produkciókkal örvendeztetik meg a helyi koncertlátogató közönséget. A Pásztéi Miklós Alapfokú Művészeti Iskola hangszeres tanszakaihoz szorosan kapcsolódva teszik vonzóvá a zenei műveltséget nyújtó képzést. Másrészt személyes példaképei a diákoknak. Az Erkel Ferenc Kamarazenekar az elmúlt esztendőkben Biatorbágy meghatározó szimbólumává vált. Koncertjeik a helyi közönségen túl a térségi és fővárosi hallgatóság számára is vonzó programot kínálnak. Az elmúlt évben kötöttünk egy olyan szerződést, amely 2 évre szól, és abban az szerepel, hogy 1 év múlva felülvizsgáljuk a támogatási összeget. Ez van most előttünk, ugye magasabb támogatási összeget kér a zenekar, de ugye a bizottságon is elhangzott, hogy egy új elemmel bővíteni az együttműködésünket, egy úgynevezett mini fesztiválnak a megrendezésével, amely ha sikeres lesz, akkor erre majd egy külön megállapodást fogunk kötni. Ebben az évben beemelték ebbe a támogatási összegbe. Mindkét bizottság javasolja a támogatás folytatását ezzel a emelt tartalommal és emelt összeggel. A város az idei költségvetésében 15 millió forintot különített el az együttes szakmai munkájának támogatására. A nyílt napi rendi pontok tárgyalását követően a polgármester többek között a következő tájékoztatást adta. Telefonon beszéltem a nagydobronyi testvértelepülésünk polgármesterével, és kértem tőle tájékoztatást arról, hogy mi a helyzet Kárpátalján, illetve Nagydobronyban, illetve amit most már Nagydobrony kistérségi közigazgatási egységként alakítottak át, és hát azt a tájékoztatást adta, hogy sorozás fog indulni a településükön, illetve a közigazgatási területeken, nem tudom, hogy érdekel benneteket, amit mondok. Tehát, hogy sorozás fog indulni Kárpátalján, és hát azt kértem, hogy ha bármilyen segítséget tudnak adni, akkor ezt tegyék meg, és akkor mi mindenképpen fogunk tudni segíteni. A képviselők legközelebbi munkarend szerinti ülése március végén lesz.